Városunkba látogatott kedden a tartományi sport és ifjúsági titkár Vladimir Batez. Az önkormányzat elöljáróival találkozott, akikkel egy megbeszélést folytatott a polgármesteri kabinetben. Ezt követően megtekintették a sport és ifjúsági tevékenységeknek helyt adó épületeket, intézményeket. A testvériség kajakháznál az oktató központban folyó munkálatokat is megnézték, majd ezt követően az ifjúsági otthont, ahol kulturális és szórakoztató programokat szerveznek fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Körbejárták a Partizán sportközpontot is, amelyet az önkormányzat idővel szeretne a küzdősportok székházává tenni. Közös látogatásuk a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában zárult. Vladimir Batez tartományi titkár elégedettségét fejezte ki, hisz Magyar Kanizsa a sport és ifjúság terén a fejlett községek közé tartozik, és ami a legfontosabb, szeretne tovább fejlődni. Nyilatkozatában külön kiemelte a kajakozóknál épülő oktatóközpontot, ami egy kitűnő projekt, és nem csak a tartományi, hanem az illetékes minisztérium támogatására is számíthat. Ez az objektum Magyar Kanizsát, Vajdaság szempontjából is kiemelt jelentőséggel bíró kajaksport regionális központjává léptetheti elő. Nagyon fontosnak tartja a gyógyfürdő sportcsarnokának a fejlesztését is, hiszen a fejlődés még színvonalasabb sporteseményeknek és rendezvényeknek adhat majd helyet, mivel a sportcsarnok mellett minden kísérő szolgáltatás adott. Egyelőre csak a városban lévő sport és ifjúsági központokat látogatták meg, de Magyar Kanizsa polgármestere nyilatkozatában kiemelte, hogy a falvakban élőket is beszeretnék vonni a lehetőségekbe. Tisztában van a titkád urad azzal, hogy 13 településből áll a községünk, és hogy milyen költségvetése és milyen lakosságszámmal bírunk. Mindenféleképpen arra a megállapításra jutottunk, hogy a kisebb holderejű beruházások, vagy éppen a helyi projekteknek a úgymond szanálása, vagy rendbetétele, az inkább maradjon a községi költségvetés terhére, mert hogy az gyorsabb és könnyebben lehet vele mozogni, míg a nagyobb holderejű, és ezért kezdtem úgy, hogy inkább regionális jellegű beruházások és infrastruktúra, pedig menjen a tartomány és a köztársaság felé. Természetesen mindenhol a kulcs szó az a fenntarthatóság volt, és a fenntarthatóság alatt nem csak azt értem, hogy mennyien látogatják azt az objektumot, hanem hogy miből és milyen formában lehet majd a rezsiköltségeket, a fűtést, az áramszámlát, a takarítást, a fenntartást folyamatosan kifizetni és finanszírozni, és hogy ez hogyan oszoljon meg az infrastruktúra fejlesztésével, és fenntartás és a programtámogatás között, hiszen a klubok többségének főleg programtámogatásra van szükségük, hogy tudjanak utazni, tudjanak versenyekre járni, tudják a rendes tevékenységüket folytatni, természetesen az mellett, hogy mindig nagy kérdőjel, hogy hol is tegyék mindezt, de ezt mi majd igyekszünk összekombinálni az iskolai, tehát az oktatáshoz kötődő iskolai infrastruktúrába, a sportinfrastruktúrába, a turisztikai infrastruktúrába, és így, hogyha egy teljes egészt alkotunk, akkor úgy gondolom, hogy a falvak is meg fogják találni a helyüket ebbe az egészben. A találkozás és a tartományi titkár pozitív véleményezése Magyar Kanizsa községnek újabb és kitartó erőt adott ahhoz, hogy még fejlettebb és modernebb lehessen a sport és az ifjúság terén.